Mélyen a zsebébe nyúl a magyar szülő tanévkezdés előtt, ugyanis egy általános iskoláskorú gyermek teljes beiratkozása akár 50 ezer forint is lehet, amennyiben a tanfelszerelések mellé új iskolatáska is szükséges. A beiskolázás költségeinek lényeges részét az iskolatáska teszi ki, 10-ből 8 gyermek fog idén újat kapni. Az alsós gyermeket nevelő szülők egyharmada 15.000 forintnál többet szán a megfelelő darabra. Míg a felsős tanulók szülei jellemzően a 10-15.000 forintos árkategóriában vásárolnak. Alapvető tanszerekre 15-20.000 forintot is elkölthetnek a szülők a gyermek kezdésekor. A becsengetést megelőző időszakban 10%-os online és 5%-os áruházi kosárérték növekedéssel számolunk az előző évhez képest. Ezáltal webáruházi választásnál 10.050 forint, míg személyes vásárlásnál 6.830 forint átlagos végösszeget prognosztizálnak a boltosok. A felmérés szerint a szülők 97%-a a hagyományos oktatást preferálja az online tanítással szemben. A megkérdezettek szerint ugyanis az utóbbi miatt több feladat hárult a szülőkre, de a technikai problémák és ingerszegény környezet is a negatívumok közé tartozik. A felmérést a Magyar Tulajdonú Régiójátékkereskedelmi Kft. közölte televíziónkkal.